Itt pedig úgy tűnik, hogy zoom-zoom-zoom valami Mazdát árulnak a Schmidt és Benderék. Tehát itt a Kortnak a vadi új pisztolya, itt a gyártás közé állapota is. Ebből az érdekes, hogy kívülről úgy néz ki, mint egy M1911, és jó kis bele az M1911 tuning alkatrészek, viszont belül itt teljesen más találunk. Már ott is láthatjuk, hogy a cső körül van a rugó. És itt láthatjuk, hogy ugyanolyan görgő záras, mint egy HKP9 vagy egy MP5. Tehát a cső egy ilyen Y-alakú bölcsőben van, és abba kapcsolódik be ugye a késleltető görgő. Ez egyébként 45 ACP kaliberű. És még az is megvan csinálva, hogy úgy nézek ki, mintha lenne itt valami, de itt valójában ugye nincsen helyre klórugó. Rendkívül érdekes dolog, de valószínűleg ez teljesen megfizethetetlen kategória. Bodyguard 380 pisztolyt előttleg pár éve mutatták be, most Military és Police Bodyguard néven jött ki az utód. Ennek az a különbsége, hogy nincs itt az a kiemelkedő dudor, ami olyan ormotlanná tette az előd modellt, amiben lézer volt, emiatt egy csomó országban nem lehetne forgalmazni, például Németországban vagy Magyarországban se. Egyébként egy reteszelt záras, rövid cső átrasításos, double action only elsütő szerkezetű, 6 plusz 1 lövető, 90 mm Browning short kis zseppisztoly, aranyos, annyira nem szép, és van rajta egy fölösleges biztosító, ami annyira kényelmesen nem kezelhető. De mondjuk érdemes felidézni, hogy mekkora a Glocknak a ugyanígy 6 plusz 1 lövetű zseppisztolya és a méreteket. Tehát ez sokkal kisebb. És van second strike kapacitása. Alapvetően ez se egy új modell, hiszen ez a sörétes 45 Colt 45 ACP Governor revolvernek egy olyan új kivitele, ami nem matfekete az egész fegyver, hanem ezüst színű, ugye a tok az eloxált alumínium, a dob pedig rozsdamentes acél, és 6 lövetű, ilyen szép hosszú dobban. Kicsit aránytalan, de kellemes. Viszont veszem két új 9 mm Luger pisztolykaliberű revolvere, a 9-29, ez 8 lövetű, nagy tokméretű, tehát M, és van a közepes tokméretű 9-86-os, ugye ez L, ez pedig két lövetű. Ugye ezek ilyen töltőtárcsába becsippentett 9-es Luger lőszerekkel működnek és egybeürítik. Lakásvédelem regisz kellemes lehet. Orion nevű cég, ez ugye a CZ75 és változatához készít, olyan 22-es váltókészített, ahol acélból van a szán, ugyanolyan erős a helyre tolórugó, viszont azért, hogy egyetem működjön a fegyver öntöltőként, a töltényúr az úgynevezett floating chamber, tehát kimozog lövéskor, mint látható, ezáltal egy plusz impulzust ad a szánnak. Most nagyon szépen van elkészítve egyébként. Ez ugye a szlovák Grand Powernek a 45-ös frame-in, ez egy 40-es pisztoly, készítenek belőle hamarosan 10 mm autót, ami ugyanúgy fog kinézni, és a tárjából
ezt a hátsó távtartót kiszedik, és akkor jó lesz bele a 10 mm autó töltény. És belefér majd 14. Az elég komoly cucc lesz. Igen, rossz helyen van az a szár. És ugyanúgy forgócsöves, mint többi. Igazán érdekes. Ez jó.